ízig-vérig családi gazdaság vagyunk. Ez a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. ...2001 óta gazdálkodunk, mintegy 125 hektárral indultunk, feleségemmel közösen. Azóta ez 700 hektár szántó, egy 56 hektár étlegelő és egy 40 hektár erdő. A fiamnak van egy családi gazdasága külön, ezekben a család többi tagjai is benn vannak, hisz 4 gyermekünk van, 3 fiú meg egy lány. Mindenki érdekelt ez által a gazdaságba és a gazdaság működésébe, de általában ugye a agráriumba. Egy folyamatos technológiai, technikai fejlődés van. Az ember, ha toppon akar maradni, ha megfelelő színvonalon akar gazdálkodni, akkor mindenképpen nyomon kell követni, és mindenképpen tartani kell az iramot, ami sokszor nem könnyű. Takarékbankkal a kezdetek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Egyrészt számlavezetőnk, másrészt pedig ugye a hiteleink, agrárpályázatokkal kapcsolatos beruházásaink támogatója, olyan konstrukciókat tudtak eddig nyújtani számunkra, amik nagyon jól beilleszthetők a gazdálkodás mindennapi életébe. 2004-ben az első tárolónkat fárprogram pályázatán keresztül építettük meg. Ezt követte egy több mint 6000 tonnás tároló, utána 2008-ban tisztító, szárító berendezés, és ehhez csatlakoznak a különböző géppályázatok. Megvalósítottunk egy öntöző programot. Közösségünkben két Kornél Kajos centerpivotos öntözőrendszer található. 122 hektáron folytatunk öntözős gazdálkodást, melyet egy 4,5 hektáros mesterséges öntöző tó táplál. A működtetése már teljesen online zajlik. Egy mobiltelefonról, egy applikáció segítségével lehet irányítani a irányát, öntözési mennyiségét, sebességét, mindent és minden adatot is ugyanúgy egy mobiltelefonon vagy tableten megkap az ember visszajelzésképpen. Egy esős tavasz során, amikor nem lehetett a növényvédelmet elvégezni, a folyamatos eső miatt túl gyenge volt a föld, hogy munkagépekkel elmenjünk, akkor kezdtem el utána nézni, milyen egyéb megoldások lehetségesek. Ekkor találkoztam a permetező drónokkal. A drónok a permetezés mellett a feltérképezés területén is nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a gazdálkodóknak. Jelen pillanatban nem tudom még, hogy ki lehet-e váltani a permetező drónokkal a hidas permetezőt. Erre a hatóságoknak is el kell mondani a végső szavukat. Ehhez viszont az kell, hogy kísérletek bizonyítassák a hatékonyságát mindenféle kultúrában.